Boldog reggelt kívánok Pax TV nézőinek. Minden okunk megvan erre a boldogságra, hiszen azt mondja a jelenések könyve, hogy boldogok, akik felolvassák, hallgatják és megtartják a prófétai igéket. Így olvasom is a tiatírai gyülekezetnek, az ő angyalának írott levelet. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Itt Isten fiának nevezi magát Jézus, és azt mondja, hogy tűzlángja és aranyérchez hasonlóság az a jelző, amire most a tiatíraiaknak szüksége van. Ez egy olyan hatalmi, olyan erős, és talán ítélő, egy kicsit a kétélű karthoz hasonló helyzete Jézusnak, ami egy része az ő tulajdonságainak, tudjuk, hogy kegyelmes, szerető, és közeli, és emberi, de ugyanakkor isteni is. És itt most erre a szétválasztásra, ahogy az ércműves szétválasztja a salagot az értékestől, ahogy a kétélű kart szétválaszt jót a rossztól, most erre az üzenetre van szükség. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Egy fejlődő gyülekezetet, vagy egy fejlődő egyént látunk az igében, egy olyan szemét, aki előre halad hitben, cselekedetekben és szeretetben is, amit az első levélből ugye hiányolhattunk. Itt most látjuk, hogy a szeretet is meg van említve, és mégis az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jézabelt, folytatja az ige, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznásságából, így beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat. Egy olyan szeméről olvasunk, nyilván azon túl egy irányzatról, aki elfordít. Egy olyan gyülekezetben Istentől, Jézustól, ahol mások viszont rendben vannak, másoknak az élete rendezett. Kérdezhetnénk, hogy akkor ez miért panasz a jók ellen, a jókkal szemben, hogy számon kér bennünket Isten? Megint csak ezt mondhatom. A testvérünkért azért, hogy mi van ő vele, és hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá. Itt már kevésbé a mentő szeretetre hívja fel a figyelmet Jézus, hogy mentsd meg őt, hanem hogy mentsd meg magadat. Itt egy kiteljesedettebb bajról, egy veszedelemről van szó, ami sokakra átterjedt, és már az ítélet elkezdődött. Egy olyan közösségről olvasunk, amely ítélet alatt van, egy olyan közegről, ez lehet egy család, egy gyülekezet, egy szűkebb környezet, ahol némelyek már ítélet alatt vannak. És az a kérdés, hogy mit tegyen az, aki még az életét szeretné megmenteni, még az életét szeretné Jézus Krisztushoz szorosan oda csatolni. Miközben némelyeken az ítélet zajlódik, arra bátorít Jézus, ez a fejlődés, ami különbé tette a cselekedeteit hozzáállásod a korábbinál, hogy ez folytatódjon, ez bontakozzon ki nektek pedig, a többieknek Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Itt nem kap egy újabb kihívást a gyülekezet, hanem csak egy megerősítés, hogy mivel megvan a szeretet is, a hit, az álhatatosság, a jó cselekedetek, és az a fajta határvonal, ami elválasztja a jókat a rosszaktól, azt mondja, csak tartsátok meg azt, amitek van, és magatokat én mellettem. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az a hatalmi kép, amivel Jézus befejezi a buzdítását. Lehet, hogy amikor azt látod, hogy ítélet alatt van a környezeted, vagy gyülekezeted, a családod, az országod, vagy éppen a kontinensünk, a világunk, akkor ne feledd el, hogy mindez Istennek a hatalmában van. Lehet azon gondolkozol, hogy tartsd meg magad, hogy menekülj meg ebből fizikailag is, vagy anyagi, vagy minden egyéb vonatkozásokban, és hitbelileg, szellemileg. Azt mondja Jézus, hogy tartsd meg azt, amit van, és azt a fejlődést, azt enged, hogy bontakoztassa a lélek benned. És ne a sátán mélységeit, hanem az Isten mélységeit igyekezz megismerni, és abban növekedj.
van lehetőség a győzelemre, még egy ilyen kritikus időszakban is. Ott van a győzelemnek a szava, mindig ezzel fejeződnek be ezek a buzdítások, sosem lemondással, sosem belekeseredéssel, hogy ilyen a világ, vagy olyan, hanem egy reménységgel, hogy Jézusban van győzelem, ezt kívánom neked a mai napra is. Ő hatalmas, és arra hív téged, hogy te is az ő erejével legyél erős, és ahogyan ő terelget és legeltet, ahogy jóra vezet, úgy enged, hogy a te életedet is arra vezesse. Áldott napot kívánok!